Idén is jól sikerült összeválogatni a majálisi programokat Győrben. A résztvevők száma legalábbis erről tanúskodik. A szabadtéri rendezvény sikerében természetesen a nyárias időjárás is hatalmas szerepet játszott. Szerencsére nagyon jó időnk volt, úgyhogy mindhárom napon napsütésben nagyon sok ember tudtunk ezen a majálison vendégül látni. Becslések szerint közel 40 ezer ember volt kint, és reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Mi a programokkal igyekeztünk mindent megtenni, hogy mindenkinek a kedvébe járjunk, gyerekprogramoktól kezdve egészen a felnőtt koncertekig. A három nap alatt nagy sikert aratott a Kiskutligetben a tovább bővített gasztronómiai rész, valamint a tavaly elindított sétahajókázás lehetősége. A műfajában és a célközönségben is eltérő koncertek minden nap nagy tömegeket vonzottak. A szervezőnek ebben mindig nehéz feladata van, hogy mindig olyan program legyen, amire sok ember kíváncsi. De én azt gondolom, mint a Bombon, mint a Kelemen kabátban, vagy akár az Intim Torna Illegál vonzotta azt a megfelelő számú közönséget, amit vártunk. Nagy meglepetés volt az Irigy Hónai Mirigy műsora, amin szerintem a legtöbben voltak, az volt a igazán csúcspontja az estének. A szervezők szeretnék a népszerű programokat jövőre tovább bővíteni, és bíznak a még nagyobb látogatottság elérésében.